A magyar szurvány napja, a vajdasági magyarság fontos ünnepnapja. Az idei vajdasági központi ünnepség házigazdája a nyugatbácskai Szilágyi volt. Nagyon harcolunk, küzdünk azért minden téren, hogy a magyarságot megőrizzük. Legfőképp a Művelődés Egyesületben 5 szakkör van, ami még aktív. Ugye van a férfi kórus, a menyecske kórus, a színjátszó szakkör, emellett a fuvos zenekar és az irodalmi szakkör. Az ünnepség a Szent István királyunknak szentelt templom kertjében álló Turul szobornál kezdődött, ahol Purin István plébános kért áldást nemzetünkre. Ezután az egybegyűltek elhelyezték a megemlékezés virágait az első világháború áldozatainak szentelt emlékmű előtt. Ez a folyamatos együtt gondolkodás szükséges. Ezek a fórumok, ezek a közösen megélt mindennapok, senki se érezheti azt, és senki se érzi azt, én azt gondolom, hogy egyedül van hagyva, egy olyan rendszer van felépítve, amely bízunk benne, hosszú távon tudja ennek a közösségnek, a vajdasági magyar közösségnek a jövőjét biztosítani. Az ünnepség a József Attila Művelődési Egyesület székházában folytatódott, ahol szórvány magyar települések művelődési egyesületei mutatták be gazdag hagyománykincsüket. A Magyar Nemzeti Tanács évről évre egy másik települést tud megtisztelni ezzel a szórvány nappal. Az idei esztendőben Szilágyi település ad lehetőséget, hogy egy ünnepi műsor keretében megismerjük közelebbről a helyieket, bemutassák mindazt, amivel foglalkoznak egész év során, és innen tudunk üzeneteket megfogalmazni a más településen élő szórvány magyar közösségeknek. A Magyar Nemzeti Tanács számára természetesen kiemelten fontos ezek a magyar lakta vidékek is. Az ünnepség kísérő rendezvényeként a közönség Nyugatbácska kézműveseinek és kézimunkázóinak, valamint festőinek és fotóművészeinek alkalmi tárlatát is megtekinthette.